második világháború, a nagy világégés még napjainkban is, hát hiába ért véget 1945, két részletben, 45 tavaszában Németország, és 45 őszén Japán kora őszén, de hát arról van szó, hogy igazából a háború teljesen nem ért véget. A partizán tevékenység, a véres megtorlások, a hidegháborúba szabályosan átcsúszott az egész. Ha már titkos diplomáciánál tartunk, 1945 áprilisa, még mindig Hitler még él, még Berlin körül áldás harcok folynak, de Dániában és Norvégiában nagy német, nagy létszámú, több mint másfél milliós német katonaság állomásozik, és Churchill megbízza az angol vezérkar legképzettebb tisztjeit, hogy dolgozzanak ki egy elképzelhetetlen kódnevű akciósorozatot, hogy esetleg meg kell állítani a Szovjetuniót, meg kell állítani a Vörös Hadsereget, amely már Berlin mellett harcol, hogy olyan szituáció állhat elő, és itt jön a diplomácia, a hírszerzés, felmérés, Londonba befutnak Churchillhez a angol hírszerzésen keresztül, a hírek Magyarországról, Romániából, Lengyelországból, Jugoszláviából, világos, hogy Sztálin ahová bemegy, nem akar onnan nagyon kimenni, és már nem érvényes Kelet-Európa felosztásáról, az a bizonyos kis cédula, amely vándorolt 1944. októberében egy íróasztalon, az íróasztal egyik sarkánál Sztálin ült, a másiknál Churchill, aztán ott volt szembe egymással Molotov szovjet külügyér, és Eden, Sir Anton Eden, a későbbi miniszterelnök, de akkor még a angol külügyminiszter, és ők osztozkodtak Kelet-Európán. De úgy, hogy befolyási ötvezet, mondjuk Magyarország 50%, 50%, és itt tovább Románia 75%, vagy Bulgária 10%, 90%, Görögország viszont szinte teljesen az angoloké, és az amerikaiak, és itt tovább. Na most ez az osztozkodás elég gyorsan, ezt az osztozkodást elég gyorsan sikerült a Vörös Hadsereg bevonulásával párhuzamosan Sztálinnak felülírni, és Churchill azon törje a fejét, hogy Anglia plusz az Egyesült Államok plusz a Kanada plusz a újra felfegyverzett másfél millió német hadifogoly plusz a lengyel ellenállók, az Armia Krajova megállítják Sztálin csapatait, mégpedig úgy, hogy az egyik háború átcsúszik a második háborúba. Ebből nem lett semmi, részben az Egyesült Államok Trumannal az élén ebbe akkor soha nem ment volna bele, részben pedig az angol katonai felső vezetés, Montgomery vagy Eisenhower, akivel ezt megvitatják egy hajón, azt mondják, hogy szó sincs róla. És Churchill álma végül is így nem valósul meg, aztán ő, de mondom, ennek volt egy nagyon komoly előzménye, a hírszerzés és a titkos diplomácia. De hogyha a háború elejét kezdjük most taglalni, 1939. augusztusa, Moszkvában folyik a titkos diplomácia, titkos katonai diplomácia, titkos tárgyalások, pontosabban legálisan, és hát nem titokban tartózkodik az angol és a francia küldöttség Moszkvában, és tárgyalnak Vorosilov marsallal, a Vörös Hadsereg akkori vezetőivel, hadügyi népbiztossal, de igazából ez egy nagyon titkos tárgyalás, hogy amennyiben egy szovjet, francia, angol, lengyel, román haderő neki zúdul a náci Németországnak, a Hitlerájnak, akkor én ennyi hadosztályt biztosítok, te ennyi repülőgépet, és így tovább. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala pedig abban állt, hogy ugyanakkor
már Berlinben és Moszkvában, miközben folynak ezek a tárgyalások, hogy Hitler meg kell állítani, Hitler nem foglalhatja el Danzigot, Hitler nem mehet be Lengyelország területén, ott a ploesti olajmezők, Románia akkor még a Anglia és Franciaország oldalán van, nagyon fél a Szovjetuniótól, és így tovább. A lengyelek belemennének ebbe, de nem engedik át a szovjet hadsereget. Sztálin üzen a lengyel kormánynak Vorosilovon keresztül, meg a Párizsnak és Londonnak, jó, mi megsegítjük a nyugati Hitler ellenes koalíciót, de akkor Lengyelországba bemegy a Vörös Hadsereg, ellenőrzi a vasúti csomópontokat, de a lengyelek ebben nem mennek bele. Baltikumi államokban is pánik van, nem véletlen, ha Sztálin hamarosan elfoglalja egy éven belül ezeket az országokat. Finnországban is pánik van, nem véletlen, mert hamarosan 39. novemberében kitör, és Szovjetunió számára nem olyan szerencsésen tart sokáig a szovjet-finn háború, ráadásul egy olyan háború, tényleg egy oroszlán, és egy pocok körben ilyen lehet a hasonlóság, hát a 200 millió fölötti Szovjetunió és az 5 milliós Finnország, és Finnországnak nincs is rendes légiere, de a finnek nem csak az időjárás miatt nagyon szépen tartják a frontot az úgynevezett Mannerheim vonalon. De ez egy későbbi dolog. De augusztusban, miközben az angolok és a franciák tárgyalnak a Moszkvába, egyébként nem vették először nagyon komolyan ezeket a tárgyalásokat, például 7 álló napig utaztak, nem is küldtek olyan magasrangú tiszteket sem a franciák, sem az angolok, de a végén bepánikoltak, mert az egész német hadsereg, a Wehrmacht majdnem ott állomosozott a lengyel határon. És hát Franciaországban borzasztó nagy volt a pacifizmus, Anglia meg nem volt felkészülve a háborúra, bár nagyon készült, és az Egyesült Államok akkor még nem döntötte el, hogy végül is Európába beavatkoznak, vagy nem, az amerikaiak úgy, mint az első világháború alatt csak a végén tették. És akkor Berlinben és Moszkvában a színfalok mögött, és ide már a hírszerzés jön, és a titkos diplomácia, tárgyalnak a szovjet és a német diplomaták, és tárgyalnak a különböző hírszerzők mindkét országban, és a végén pedig magasabb-magasabb színvonalon folynak ezek a tárgyalások, először jegyzékek formájában, Ribbentrop, német külügyér, és Molotov, aki kormányfő is, de akkor még Sztálin csak 41 májusától kormányfő, tehát akkor még kormányfő plusz külügyminiszter, ők üzengetnek a nagyköveteken keresztül egymással, nagyon közel kerülnek ahhoz, hogy semmi baj, kötünk esetleg egy egyezményt, de akkor Európát fel kell valahogy osztani, főleg Kelet-Európát befolyási övezetekre. Akkor még nem megszállásról van szó, de hát lényegében ezek kódszavak, hogy befolyási övezetek, érdekszférák. És akkor a végén pedig Hitler egy nagyon, hát ez a tényleg szörnyeteg, meg minden, meg gyilkos, egy nagyon kedves levelet ír Sztálinnak, hogy hát nekünk lengyel kérdés is nehezen megy meg minden, nekünk kellene személyes érintkezés. És nagyon szeretném, hogyha az én külügyérem, Ribbentrop eljutna Moszkvába. Először Sztálin 2 órán belül válaszolt, rejtjeltávirat, és úgy válaszolt, hogy 27-én, augusztus 27-én jöjjön Ribbentrop. De Hitlernek ez nem elég gyors, mert 26-án eredetileg ő már elhatározta, és a német felső katonai vezetéssel ezt már közölte, hogy megtámadja Lengyelországot. Végül mégis 1-én kezdődik a háború, szeptember 1-én papíron legalábbis, de végül Ribbentrop 22-én megérkezik Moszkvába, és megszületik a Molotov-Ribbentrop paktum, ahol már van egy titkos záradék, és ez a titkos záradék sokban a hírszerzés tevékenységének, a katonai hírszerzés tevékenységének és a titkos diplomácia eredménye. Általában egy Molotov-Ribbentrop paktumról
szól a fáma, nem is a fáma szól, hanem hogy hát ezt tanítják. Molotov-Ribbentrop paktum augusztus 22, de nem, amikor már 17-én a németek eléggé mint kés a vajba mentek először Lengyelország területén előre, és a német tankok és a német modern hadigépezetének verhetetlen volt, de utána nagyon megerősödik a lengyel ellenállás, katona ellenállás. A lengyelek a szovjet határon kezdenek fölállni, és oda csoportosítják a még aktív lengyel és ilyen kimagaslóban harcoló lengyel erőket. És akkor Hitler állandóan üzen Sztálinnak a nagyköveten keresztül, de már van titkos diplomácia, mert egy szovjet nagykövet és egy szovjet katonai attasé és egy szovjet hírszerző főnök is megérkezik Berlinbe. Tessék elképzelni, augusztusban Berlinben ilyenek még nem voltak. A szovjet követ már 4 hónapja nincs Berlinben, katonai attasé nincs Berlinben, a hírszerzés jelentős része nincs már, visszarendelik őket, és általában vagy a jobbik esetben a gulágon kötnek ki, mint német ügynökök, hát frászt voltak német ügynökök, ez a sztálini terrorisztikus, paranoiás gondolkodás, vagy pedig, de nincsenek. És ez most megváltozik, hiába van szovjet nagykövet, hiába van katonai attasé, de Sztálin húzza az időt, legyen az, hogy Németország az agresszor, bár nyíltan a szovjetek, hát Németország oldalára állnak, Molotov külügyért így beszél, de nem, és akkor látja, hogy a német hadsereg átlépi azt a titkos demarkációs vonalat, térképen bejelölte Sztálin és Ribbentrop ezt a vonalat augusztus 23-án hajnalban, mikor teljesen levészegedett a társaság, de Sztálin józan, és Ribbentrop az meg bírja a gyűrödést, bírja az italt, nem véletlen, Németország egyik legnagyobb pezsgőkereskedője Ribbentrop, párhuzamosan ő a külügyminiszter, és cári pezsgővel itatja a Ribbentrop kollégáját Molotov, akkor megvan az a bizonyos határ. Amennyiben kitör a háború Lengyelországgal, ti idáig törtök be Lengyelországba, mi pedig, a Vörös Hadsereg, mi pedig így megyünk be. Na most 17-én Sztálin nagyon megijedt, hogy a németek a szovjet határok felé mennek, de nem agresszív idézőjelbe célokkal, mert ott van még a nyugati front, a Maginot vonal, az Siegfried vonal, még ott a háború még el sem kezdődött, sőt elkezdődött, de ez az úgynevezett furcsa háború, és akkor a Vörös Hadsereg 400 ezer embert betör Lengyelországba. Nem minden mostani, mondjuk, hogy mondjam ezt, történész mondja, hogy egyforma a felelősség, így a háború, persze, én is azt mondom, hogy Németország betört Lengyelország területére, de azért az, hogy megszűnt a lengyel állam, az Hitler és Sztálin, hogy úgy mondjam, közös bűne, közös gazdette, a lengyelek alig ellenállnak, amikor a Vörös Hadsereg bejön, megpróbál a lengyel hadsereg egy része már Romániába kimenni, az egész légierő oda repül, és így tovább, és nagyon sokan leteszik a fegyvert a szovjet hadsereg előtt, ők lesznek a lengyel katonai foglyok, rengeteg civillel megspékelve, őket, a felső lengyel katonai vezetést megsemmisítik Katinba, ez már közel egy év múlva, és hát egy töredéke majd 41 nyarán, hát nem lépnek be a Vörös Hadseregbe, de Szovjetunió területén létrejön a börtönökből, a gulágról kiengedett lengyel hadifoglyokból az a lengyel hadsereg, amely később Közel-Keleten keresztül vonul el. A repülőtisztek Angliában le vannak, és a többiek pedig később, majd 43-ban már Olaszországban harcolnak, mégpedig igen eredményesen. De a második Molotov-Ribbentrop paktumról is kell szó, tehát Lengyelországnak gyakorlatilag vége 20-a körül, szeptember 20-a körül,
De Hitler számára vannak megoldatlan kérdések, hogy valahogy rögzíteni kell Kelet-Európa felosztását. És akkor Ribbentrop 27-én, szeptemberben, és itt a titkos diplomácia részének a történetét be is fejezem, most Moszkvába érkezik, Königsbergen, a mostani Kaliningrádon keresztül másodszor jön, nagyon nagy kísérettel, náci veterán politikusokat is hoz magával, és megdöbbentő módon ezek az emberek nagyon jól érzik magukat Moszkvában, Sztálin közelében, mert lényegében teljesedik Bismarck német vaskancellár álma. Németország soha ne indítson két frontos harcot, és itt ez elmaradt, tehát végül is elmaradt a két frontos harc, mert a Szovjetunióval nem kellett megküzdeni, és Németország soha ne indítson, ezt is tanácsolta Bismarck, a fiatal német császárnak, meg másoknak, hogy soha Oroszország ellen ne indítson Németország háborút. Na most Hitler akkor örült neki, hát hamarosan pedig a francia, ország bekebelezése, a fél Európa megszállása, bekebelezése után ő már ezt nem tartotta be, bár arra gondolt, hogy egy blitzkrieg, Szovjetunió gyors lerohanása, majd egy angol ellenes hadjárat és a Közel-Kelet megszállása. De ez egy más történet. Tehát 27-én megérkezik Ribbentrop Moszkvába, elviszik a mezőgazdasági kiállításra, elviszi, Molotov elviszi a Bálsújba, egy gyönyörű nő, Lepesinszkaja, balerina, eljátsza a fő szerepet, a hatjuk tavába, Ribbentrop lelkes, azt mondja, kiküldöm az adjutánsát, csak lehet Moszkvába vörös rózsát venni, Molotov azt mondja neki, nem kell ebből még kellemetlen plegykák születhetnek. Na most, és ez a második Molotov-Ribbentrop paktum véleményem szerint, mint a titkos diplomácia eredménye, sokkal, de sokkal fontosabb, mint az első, mert ez a neve is más ennek a paktumnak, nem egy meg nem támadási egyezmény e paktum neve, hanem ez az új paktum neve, a barátságról szóló egyezmény, és lényegében részben a lengyel ellenállás ellen szól, hogy segítjük egymást, részben pedig osztozkodnak. Hitler eredetileg Litvániát szerette volna megszerezni, Sztálinnak felajánlotta Varsó környékét, a lublini vajdaságot, egy nagyon nagy lengyel területet. De eredetileg Hitler még azon is törte a fejét, hogy legyen egy kis lengyel ütköző állam, egy ilyen protektorátus, olyan, mint Cseh és Morva ország, amely egy ilyen protektorátus volt, de a harmadik birodalom keretein belül. És mit döntött Sztálin, és rávette végül üzenetek formában Hitler, hogy Lengyelország semmilyen formában ne létezzen, ő lemond Hitler javára a lengyel területek egy plusz részéről, de ő szeretne megkaparintani Litvániát. Ebben mind a két agresszor vezető beleegyezett. Itt van éppen, mutatják fönn, ez a bizonyos paktum eredeti szövege. Molotov az egyik példányt cirill betűkkel, érdekes, hogy a második példányt pedig latin betűkkel, mert ő járt cári gimnáziumban, tanult franciául, németül és latinul, persze. Később, amikor sztálinista beállítottságú történészek Oroszországban tagadták ennek a titkos záradéknak a létezését, hogy ez hamisítvány, mert hiszen Molotov miért latin betűkkel írta volna alá. Én meg azt mondom, egy, mert tudott legalábbis franciául valamennyire is németül, de mindesetre a latin betűket ismerte, kettő kérkedett Ribbentrop előtt ezzel a tudásával. Na most, tehát a Litvánia-Lengyelország csere megtörténik, és a banketten Sztálinnak egy rendkívül cinikus mondata van, hogy ide figyeljen, Ribbentrop úr, Hitler az, és Sztálin német szót használt, érti ezt a geseftet. Én 4 millió embert adok át neki, maguk nekem, Litvánia által csak plusz 2 millió ember. Napjainkban a lakosság létszáma sokkal fontosabb, mint a terület. Hát ez a titkos diplomácia, én nem szeretnék túlmenni
túl részletesen beszélni a dolgokról, és nem szeretném fárasztani önöket, de egyszer voltam valamikor Angliában egy ilyen nemzetközi történész kongresszuson, és egészen véletlenül betévedtem, hát én soha nem foglalkoztam Egyiptommal, meg a piramisokkal, meg Tutankhamon, fáraóval, meg ilyesmivel, de leültem, és gondolom, meghallgatom a történet, angol annyira, azért nem tudok ókori szakkifejezéseket, kihívás. És föláll egy amerikai történész, azt mondja, hogy én kutattam, ástam, voltam a Keops piramis alatt, aludtam egy ilyen pokróccal, elkezd. Híres történész, a világ egyik leghíresebb ilyen ókori Egyiptom kutató. És hát elkezdték a jelenlévők pár ember, szakemberek mondani, hát mondd el, hát tisztelünk téged, stb. But it takes time, ez időbe fog kerülni, hát mennyi időt akar XY-ról? Hát azt mondja, olyan 3-4 órát, és csak úgy röviden a fáraókról. Na most én soha ilyen önökkel szemben ilyen vétket nem szeretném most produkálni, éppen azért én most nagyon összegzem röviden a dolgokat, de még van 3 téma. Ugorjunk egy nagyot, titkos diplomácia, titkos hírszerzés, katona és civil. Lisszabonban vagyunk, 1943-ban, 42 végén, 43-ban, 44 elején. Miért pont Lisszabonban? Lisszabon Európa egyik semleges fővárosa volt. Nagyon kevés ilyen város maradt Hitler nyomulása nyomán. De ahol voltak ilyen semleges országok és semleges fővárosok, ott aztán annyi kém volt, annyi diplomata, annyi üzletemberrelnek álcázott közvetítő, hogy csoda. Lisszabonban a történészek eléggé exakt számításai szerint legkevesebb 3000 ember 43-ban foglalkozott hírszerzéssel és titkos diplomáciával. Az nem kevés. Minden ötödiknek volt egy rádiókészüléke, adó, vevő. Ezek álcában is dolgoztak, de nyíltan is szinte, és pénzért cseréltek információt, és az oda küldött kereskedők cserélték a stratégiai vonatkozású árukat. A tengely országaiban, tehát Olaszország, Németország, Japán, nem lehetett például kapni nyugati újságokat, angol, amerikai, más újságokat. Ezeket ott be lehetett szerezni, repülőgéppel hozták oda az újságokat, mert nagy pénzért ezeket lehetett értékesíteni. De ezekben az államokban, az antifasiszta koalíció országaiba is, onnan vitték a harmadik birodalom területén, szövetségesei területén megjelenő újságokat. Ez csak egy példa a sok közül. Portugália ritka stratégiai fontosságú fémeket, színes fémeket, más fémeket árult a mind a két félnek, és itt tovább, és itt tovább. És egy újpéteri Elemér nevű diplomata azt írta ezzel kapcsolatban, én nem fogok sokat idézni általában, de megpróbálom, bár itt rosszul látszik, Lisszabon a II. Világháború alatt Európa egyik legnagyobb képközpontja volt. Ezrével voltak kémek. Egyesek hivatalból, mások pénzért. Néha mindkét oldalt kiszolgálva. Ezt hozzáteszem, néha 5 oldalt is kiszolgálva. Nehéz volt különbséget tenni a valóságos hírek és a csak továbbadásra szánt hamis hírek között. Meg kellett tanulni különbségeket tenni közöttük. Szentpéteri, vagy bocsánat, Újpéteri Elemér, ő is magyar diplomata volt, ő a kiugrás, a magyar kiugrás szorgalmazója volt, de ez egy titkos tevékenység volt a részéről, őnek hivatalosan a követségen az volt a feladata, hogy a németek, a német hírszerzés bizalmát valahogy altassa.
ne jöjjenek rá, hogy a magyarok nagykövettel az élén, egy Vodianer nevű nagykövet, rendkívül tehetséges ember, abszolút náci ellenes, ők tárgyalnak a nyugati diplomatákkal nagy titokban. Új Péterinek pedig állandóan tartani kellett a német diplomatákkal, a japán diplomatákkal, az olaszokkal, a románokkal a kapcsolatot, és úgy működni, hogy mintha Magyarország ennek a tengelynek, a szövetséges államoknak mondjuk a leghűségesebb mondjuk példánya, mintaképe. De nagyon érdekes, hogy Új Péteri ugyanakkor nagyon jóba volt a lengyel katonai hírszerzés és emigráció lisszaboni képviselőjével, Kovalevszkivel, nagyon jóba volt egy Pungár nevű román diplomatával, aki egy ügyes ember volt és egy bátor ember volt, amellett, hogy szintén kereskedő is volt és gazdag ember is volt. Amikor II. Károly román király megszökött Romániából, a szélső jobb emberei üldözték őt. Antonescu azt mondta, hogy le is lehet lőni, ha elkapják valahol, de mindenképpen Romániába kell hozni. Na most II. Károly eljutott Madridig, és a Franco féle vezetés vacillált. Kiadjuk Romániának, vagy nem adjuk ki? Hitler részéről persze nagy nyomás volt, hogy adjátok csak ki. Ez a Pungár kiment egy hatalmas diplomata rendszámú kocsival, hiába már nem volt titkos diplomáciai feladata, valóságban volt, azért Antonescuék is tárgyaltak rajta keresztül a nyugattal, és a kocsi a csomagtartójával Károly királyt kivitte Lisszabonból, és az onnan tovább is ment egy idő után. Na most érdekes, Vodianer leült tárgyalni, titkos diplomáciai tárgyalás, mindketten a hírszerzéssel is együttműködnek, az egyik a román hírszerzéssel, a másik a magyarral. Mindenhol, ahol voltak magyar és román követségek, ezekben a tengerországban, egymás ellen a két követség legalább annyira dolgozott, mint mondjuk a más országok, tehát az antifasiszta koalíció követségeivel szemben. Ez volt Ankarában, ez volt Stockholmban, és így tovább, és így tovább. A románok kiküldtek egy csomó embert, akik már 1943 nyarától igen aktívan dolgoztak, mikor történik meg a román kiugrás. De a magyar titkos diplomácia rendkívül korán, és hírszerzés szintén kezdett dolgozni, volt az úgynevezett revíziós liga. A revíziós liga a két világháború között azért dolgozott rendkívül aktívan, hogy külföldön is, odahaza is népszerűsítse a revízió eszmét. Most revíziós liga kiküldöttjei, vagy MTI tudósítói, vagy bármilyen diplomáciai fedésben több embert Kálai Miklós kormányfő, és Ulein Revicki, aki a magyar kormányban foglalkozott hát a kiugrás kérdéseivel. Más kérdés, hogy a saját némely minisztertársa elől ezt titkolni kellett, mert legalább 4-5-en a kormányban, de 2 mindenképpen minden ülésről, minden titkos megbeszélésről azonnal jelentett a budapesti német nagykövetnek. Az meg jelentett Ribbentropnak, Ribbentrop Hitlernek. Más kérdés, hogy az egyik német nagykövet, az például benne volt már nagyon korán a Hitler ellenes mozgulódásba és tárgyalásokba az angolokkal. De ő persze Budapesten a német érdekeket, a náci Németország érdekeit képviselték. Na most Lisszabonban egy nagyon érdekes, egyedülálló dolog volt. A Pungár felkereste a magyar nagykövetet Vodianert, és azt mondta, hogy teljesen logikus, hogy mi azokat a híreket terjesztjük az itteni sajtóban is, hogy micsoda disznóságok történnek Észak-Erdélyben, hogy a magyarok brutálisak, és általában igazságtalan volt a második bécsi döntés. Te meg azzal járod itt a portugál elitet, te meg úgy tárgyalsz a japán nagykövettel, meg másokkal, hogy hát a románok nem is vesznek részt elég aktívan a keleti fronton, a háborúban, az elit alakulatok Dél-Erdélybe állnak, alig várják, hogy betörnek Magyarországon. Kössünk veled egy egyezményt.
Majd ha háború után kiderül, hogy mi lesz Észak-Erdéllyel, egyáltalán mi lesz velünk, Budapesttel és Bukaresttel, mely két várost itt Portugáliában általában összecserélik, mondta szó szerint Bungár. De azt mondja, hogy állapodjunk meg, te nem adsz le semmiféle hírt, legálisan, illegálisan Romániáról és főleg Erdélyről. Én pedig esküszöm neked, nem éri meg nekünk, törekszünk mindketten kiugrásra, én pedig nem fogok semmit Magyarországról és a Kálai kormány két kulacsos politikáról terjeszteni, és így tovább. Ez egy nagyon érdekes dolog, a lengyel titkos diplomácia és a lengyel hírszerzés és az angol diplomácia és az angol hírszerzés talán a legerősebb pozíciókkal rendelkeztek Lisszabonba. És tessék elképzelni ezek a jelentések, de a japán követ miket mondott. A japán követ elszólta magát, hogy Japán próbálja Sztálingrád után már kibékíteni a Szovjetuniót a náci Németországgal, rávenni őket külön békére, mert ők már nem boldogulnak jól. Egyszerűen berúgott, fecsegett, abban a pillanatban ment ez a távirat Londonba. Egy nap alatt ment oda, a lengyel hírszerzés ezt megtudja, magyar hírszerzés és a Vodianer követ ezt szintén megtudja, tehát három forrásból is London értesült. És hogy lehet az, és ezzel lezárom ezt az egész fejezetet, a titkos diplomácia, a katonai, civil diplomácia, plusz még olyan hírszerzés, hogy ipari kémkedés, licencek megszerzése, egy új tanknak a tervrajzait miért kellett Portugáliában megszerezni egy német gyár mert az egyik mérnök üdülés címen, hogy a felesége beteg, kitüntetik a tank tervrajzaiért és kap, és Lisszabonban eladja ezeket a tervrajzokat. Ez legalább két hírszerzésnek, diplomatáknak még. Tehát ez egy érdekes dolog. Londonban mindenről tudnak, de miért tudnak Moszkvába? Miért tudnak Moszkvába szintén mindenről, ami történik Lisszabonban? Szovjet hírszerzők, ha vannak egyáltalán Lisszabonban, tényleg olyanok, mint a fehér holló. Plusz nem is úgy vannak fedésben, hát Portugáliának egészen a portugál szegfős forradalomig nem is volt diplomáciai kapcsolata soha a Szovjetunióval. Portugáliát a Szovjetunióban fasiszta államnak, Salazart fasiszta diktátornak tünteti fel a sajtó, a karikaturisták épp úgy kicikizik őt, mint Frankót, mint Hitlert, mint Goebbels, stb. Angliában ezt a munkát az MI6 egyik vezető hírszerzője tartja kézben. Lisszaboni jelentések, lengyel jelentések, stb. És ez az angol magasrangú hírszerző nem más, mint Kim Philby. Kim Philby pedig a leghíresebb, a Cambridge-i ötök néven elhíresült, a leghíresebb szovjet hírszerző Angliában. A arisztokrata családból származik, de 32 óta már dolgozik a szovjeteknek, baloldali ember, és még négy Cambridge-i társa, ők egy ilyen láncot alkotnak, és például a Kocki csata idején egy Ken Cross nevű angol, szintén Cambridge-i ötök egyike, angol hírszerző eljuttatja azokat a titkos angol jelentéseket, hogy a németek itt és itt készülnek támadni a vörös hadsereggel szembe. Churchill tisztában volt ezzel, de azt mondja, hogy ne adjuk át ezeket a híreket Stalinnak. Miért gondolt erre Churchill? Jó, ha Németország és a Szovjetunió egy kicsit úgy legyengül a háború vége felé. Nos, Kim Philby ezeket a jelentéseket nem csak átküldi, lefényképezi, akkor nem volt más módszer, nem voltak okostelefonok, stb. Nem voltak ilyen xeroxgépek. Kim Philby még fel is dolgozza ezeket a jelentéseket. Megírja a szovjet kapcsolattartójának, és megírja a moszkvai direktornak, vagyis a hírszerzés vezetőjének, azt mondja, direktor elvtársnak írom,
megírja, hogy mit lehet ezekből a jelentésekből kihozni. Mivel mindenki mindenkivel tartotta kapcsolatot Lisszabonban, és keresztül Kasul kémkedett mindenki, és a titkos rejtjel adatokat nagy pénzért adogatták el az emberek. Volt, aki három hírszerzésnek egyszerre, nem lehetett csak úgy elküldeni Moszkvába, Londonból ezeket a jelentéseket, és Kim Philby gyönyörű gyöngybetűkkel leírta, ez igaz, ez nem igaz, erre érdemes felfigyelni, ez egy veszélyes dolog, stb. Én láttam az egyik ilyen jelentést, most már kutatható, és ez nem is kell a KGB archívumába elmenni, mert például a jelentések kópiáit elküldték például Sztálinnak és Molotovnak. Ez meg egy pár éve még, most nem voltam az utóbbi időben, pár éve még ez kutatható volt. És az egyik jelentésen Fityin, a hírszerzés vezetője, odaírta, lásd Kovács elvtárs. Hát elkezdtem törni a fejem, szégyenszemre nem jöttem rá azonnal. Kovács elvtárs, ez nem más volt, mint a szovjet NKVD hírszerzésének és kémelhárításának egyik fontos embere, Moszkvában élt, mint emigráns, és ő volt a szovjet NKVD magyar és részint német vonatkozású egyik legfontosabb szakértője. Csak úgy előre haladunk, nem második világháborús téma, Rákosi könyörgött a szovjet vezetésnek, hogy engedjétek Magyarországra ezt a Kovács elvtársat, leültem vele többször tárgyalni, ő is szívesen menne, zárójelben ez nem is volt igaz, de hát ő segítene nekünk fölállítani itt egy politikai rendőrséget. Kovács elvtárs megérkezik Budapestre, Péter Gábornak a helyettese lesz, hát szerintem nem is helyettese volt, hanem első felettese. Acél Györgyről mondták, hogy ő mind a kulturális tárca vezetőjének, miniszterének, Ilko Pálnak a első helyettese volt, de mindenki tudta a minisztériumban, meg máshonnan, értelmiségi körökben, nem első helyettese volt Acél György, hanem első felettese. Valami ilyesmi is lehetett, de ő nagyon korán meghalt már a Rajkperben, már ilyen ügyekben ő nem volt benne. Na mindegy. Tehát nagyon érdekes, hogy ez volt a lisszaboni téma. Tehát Molotov-Ribbentrop paktum Lisszabon, harmadik téma, de még van 20 percen. Ugye megengedik, hogy még egy kis záradék is lesz a végén. Jussunk el, ameddig eljutunk. Harmadik téma, részint Budapesten vagyunk, 44. januárjában, részint a jugoszláv partizán hegyekben, részint Moszkvában. Vegyük úgy, hogy ez egy időutazás. Kálai Miklós ki akar ugrani. Több ember tárgyal erről Lisszabonba, Ankarába, Sztambulba, csak egyet említek, az ügyetlenül tárgyalt, de tárgyalt mégis, és vállalta, és ezért le a kalappal, Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas történész. A szovjetek például Törökországban akadályozzák ezeket a tárgyalásokat. Nem nyíltan, de bedobják a köztudatba, hogy a magyarok tárgyalnak. Miért? Nekik nem érdekük, hogy Magyarország a Angliával és Egyesült Államokkal köt egy ilyen titkos szövetséget, megpróbál úgy, mint Olaszország 43-ban kiugrani a háborúból, bár ez nem volt már annyira reális, már csak geopolitikai, geostratégiai okok miatt, és ez nem éri meg, mert ők akarnak bejönni a Balkánra, a Kárpát-medencébe, stb. De volt egy ügyes fogás, például a Szent Györgyi esete, más esetek, Benes. Benes gyűlöli a magyarokat, Benes megbeszéli Sztálinnal, legis elmondja, hogy 43. decemberében egy kollektív büntetés lesz magyarokkal szemben, és a németekkel szemben, sőt nagyon durván fogalmaz Benes, azt mondja, nálunk a cseh emigráns közegbe, csehszlovák emigráns közegbe, ott Londonban vannak olyanok, hogy minden magyar ki kell írtani. Én nem vagyok ezeknek a drasztikus megoldásoknak a híve. Én azt mondom, hogy kollektíve ki kell őket telepíteni, kollektíve meg kell természetesen legjobban büntetni a németeket, kotródjanak Szudéta vidékről, a magyarokat és a szlovákokat. Na most itt Sztálin felholtan azt mondja, szlovákokat, tehát ez egy szláv náció. De azt mondja a Benes, de hát itt harcolnak
magukkal szemben a Szovjetunióban egy egész nagy szlovák, mit tudom én, csapattest. Azt mondja Sztálin, de rosszul harcolnak. Emelem poharamat a szlovákokra, egy szláv népre. És így nem a magyarok tekintetében, de így leállította Benes Sztálin, ilyen szempontból rendkívül ravasz ember volt, de hát ez egy másik kérdés. Hát, ha még találkozunk, én most éppen egy Sztálin könyvön dolgozom, én nagyon szívesen mesélnék erről, de ez most nem ide tartozik. De annyiban tartozik ide, hogy Sztálin is szereplője lesz ennek az egész kiugrási tárgyalás sorozat megítélésében. Kállai felveszi az angol hírszerzéssel a kapcsolatot. A jugoszláv hegyekben nem csak egy szovjet ilyen tanácsadói csoport működik Tito mellett, de egy angol csoport is. Egy Fitzroy MacLean nevű világhírű ember, kitűnő újságíró, amúgy dandártábornok, és ő Moszkvában volt sokáig, megtanult oroszul, és ott volt a Bukharin peren, ez a terror időszakának, a nagy terror időszakának a Bukharin per a legnagyobb per, és az ő leírása erről a perről, állítom a mai napig egy tökéletes leírás, ennél jobban az utókor sem dolgozta fel ennek a pernek a történetét. És ő Titónak barátja. Ő Titónak barátja, ő egy antikommunista, de Tito imponál neki. Imponál, hogy szereti a nőket, imponál, hogyha egy jugoszláv partizán csapat bemegy egy városba, Tito azonnal intézkedik, hogy egy filmvetítőgépet tessék szerezni, és megnézem a helyi büdös kis moziba a legújabb filmeket, amik itt vannak. Neki imponál, hogy Tito marsal és Tito erős férfi, stb. És neki az is imponál, hogy a ravasz Tito úgy tesz az ő jelenlétében és az angoliak jelenlétében, hogy ő egy megrögzött, meggyőződéses kommunista, Sztálin, a Moszkva az ő mekkája, Sztálin az ő példaképe, de adott esetben ő természetesen az angolokkal nem lesz rossz viszonyban. Csak tartsák be a játékszabályokat. És Fitzroy MacLean elmondja, amit Londonon keresztül rádión megtudta, hogy Kállai Miklós szeretne kiugrani. És meg is adja a Kállai a szempontokat is, hogy a jugoszláv partizánokkal, Titóval mindenképpen jó viszonyba keveredni, nem harcolni ellenük. Zárójelben volt egy ilyen királybarát, királypárti kormány Londonban, és ennek a Petár, a második Péter király vezetésével, és de itt is megállok egy pillanat, itt is van egy személyes élményem, szegény meghalt 100 éves korában, Gelsely Vilmos, az egy nagyon érdekes ember volt, és ő egy ilyen bankember volt, gazdag ember volt, és Magyarországon már sokat volt élete végén. Ő megszökött Magyarországról a háború kitörése előtt, Angliába tanult vegyészetet, és úgy volt, hogy ledobják az angol hírszerzés, ledobja őt, ő legitimista volt, királypárti, és a magyarországi királypártiakkal felvegye a kapcsolatot, végül ez elmaradt, de antifasiszta volt kétségtelenül, és volt neki egy egyetemi társa, ugyanabban a kampuszban, egy Karagyorgyevics nevű, Péter Karagyorgyevics, az a második Péter volt, és elmentek vacsorázni, aztán ő felhívta, vitatkoztak, hogy vajdaság, ki, miért vettétek el, és neki volt egy nagy vajdasági térkép, melynek a Gelsely Vilmos szüleinek, nagyszüleinek, dédszüleinek ott voltak hatalmas birtokai. És azt jó lenne, mondja a Gelsely a királynak, hogy a határ a Ferenc József csatorna mentén haladna, és a holabbi birtokaink vannak, ez Magyarországi legyen. Így viccelődött, de azért szurkált. Hát azt mondja Péter, azt mondja, milyen Ferenc József csatorna, ott nincsen, hogyne, oda vitted. Hát azt mondja, ez nem Ferenc József csatorna, ez második Péter csatorna, rólam van elnevezve, már kamaszkoromban. Na mindegy, tehát ennek a Péternek voltak hívei, elég sokan, Drázsa Mihajlovics tábornok vezetésével. És a magyar kormány titokban támogatta is fegyverrel, lőszerrel, gyógyszerrel, de főleg pénzzel ezt a Drázsa Mihajlovicsot. Valószínűleg a megállapodás lényege az volt, hogy a
hogy egymás ellen ne nagyon harcoljunk, Tito partizánjaival pedig nagyon komoly harcok voltak, és nem csak Vajdaságban. Tito partizánjai volt, hogy átmentek a mostani, hát mondjuk a Csonka Magyarország, a trianoni Magyarország 93 ezer négyzetméteres területe. Na most Kállai nem írta le, hogy én a Sztálinnal és Molotovval akarok rajtad keresztül, drága Tito, leendő barátom tárgyalni, nem. De világos volt, mert az előző hónapokban nagy fricskákat kapott a Kállai féle kiugrásra felkészült kormány, hogy csak mind a három szövetségessel lehet tárgyalni, és mivel a keleti front közel van Magyarországról, Sztálinnal különösképpen kell tárgyalni, ezt a hírt megkapta Washingtonból, és megkapta nem olyan lelkesen, de megkapta Londonból. Na most Tito se 620-assal lenni, és a kifejezésért, ő nyilván nem ezt a kifejezést használta volna, jött a világra, ő egy nagyon ravasz ember volt, és azonnal elküldte ezt az egész paksamétát Moszkvába, és azonnal elküldte a válaszát, hogy kérem szépen, egy nagyon kemény válasz, gyakorlatilag olyan válasz, hogy ebbe az akkori magyar vezetés nem tudott volna belemenni, mert az utolsó, tehát először nem szabad támogatni Hitlert eszközökkel, mit tudom én, munícióval, bármivel. Vissza kell hívni a keleti frontról a magyar csapatokat, azok már megszálló csapatok voltak inkább olyan Ukrajna nyugati részében, főleg, hogy szakítani kell a német külpolitikával, de az utolsó, a leglényegesebb pont volt, azonnal hadat kell üzenni hát a Németországnak. Na most ezt még Olaszország volt, amikor bíztatták a nyugatot, hogy Mussolinit kergessék el, tartóztassák le, tartóztassátok le és ugorjatok ki a háborúból. Olaszország sem kapta a nyugattól ezeket a követeléseit, azonnal harcoljatok. Ez egy irreális dolog. Később egy hónap, másfél hónap múlva sikerült. De addig volt az a Róma bombázása, aztán, hogy Róma nyílt város, sok minden volt addig, de ez egy külön téma. Egyébként Olaszország is egy nagy centruma volt, pontosabban Róma, pontosabban Vatikánváros a nemzetközi titkos diplomáciának és a hírszerzésnek. Miért? Mert a Vatikán az olasz állammal való megegyezés értelmében követelte még a háború kitörése előtt, ha kitör a háború, katolikus, magasrangú személyiségek, hát bejöhetnek a Vatikánba. Hát hogy tudnak bejönni? Csak is Olaszországon keresztül, amennyiben Olaszország harcban áll Angliával, Amerikában, stb. De Spellman bíboros, az amerikai katolicizmus csillaga egyes számú személyisége, ő is járt a háború alatt. Vatikán város területén olyan tárgyalások voltak, és a Hitler ellenes német ellenállás, nem csak tábornokok voltak az ellenállás élén, például Weizsäcker nagykövet Vatikánban volt, külügyi államtitkár, ő is benne volt ebbe az ellenállási mozgalomba. Más kérdés, hogy kiszolgálta paralel Hitler, de hát általában a német ellenállók az utolsó pillanat kifelé úgy játszottak, hogy ők nagyon is benne vannak mindenben. Na most elküldi Tito, megnézi Sztálin és Molotov, és ezzel ők foglalkoztak a jelek szerint napok óta. Itt én ezeket őszintén szóval megtaláltam, ezt az egész nagy gyűjteményt Moszkvába, Sztálin és Molotov iratai között, egy ilyen paksaméta. Ez egy nagyon érdekes történet. Először egy szakértő megvizsgálta az egészet, egy kommunista politikus, aki nemzetközi kommunista mozgalommal foglalkozik. Ravasz, cseles ember, azt mondta, hogy Titónak meg kell írni, hogy nehogy a Kállainak azt válaszolja, hogy hát azonnal hadat üzenni, mert ezzel teljesen lehet, akkor a tárgyalások megszűnnek. De Sztálin és Molotov nem voltak ebben érdekeltek. Nem voltak érdekeltek a jelek szerint, mindjárt megmondom, hogy honnan tudom ezt, miért jöttem erre, nem voltak érdekelve, hogy ott a Balkánon
csituljon egy kicsit a zaj. Ők úgy voltak érdekelve, hogy majd ők bejönnek, és ők fogják ott a határokat megosztani, az észt osztani, és ők nevezik ki a helyi kiskirályokat, vagy legalábbis beleszólnak a különböző politikai mozgásokba. És azt a sok javítást Sztálin az archívumba utána elküldeni Titónak. És végül elküldték nagy nehezen a kijavított választ Kálainak, gyakorlatilag ők fogalmazták ezt a választ már a végén, két ember, Molotov és Sztálin, de Molotov volt a kisfiú Sztálinhoz képest, mert azért kikérte minden pontnál, minden veszőnél és minden pontos veszőnél Sztálin véleményét. Na és Tito meg egy ravasz ember volt, rájött, hogy Moszkva nem lelkesedik ezért a tervért, és húzta az időt. Először az angoloknak nem adta át a választ, aztán nagy nehezen átadta egy hónap múlva. Valamikor február végén már nagyjából eljutott Tito odáig, hogy valahogy ezt meg kell válaszolni Kálainak. Úgy látszik, Kálai Miklós valakin keresztül, erre még nem jöttem rá, de ha még élek egy-két évet talán ráérek, foglalkozni ezzel más levéltárakban lehet, hogy ennek is megvan valahol a nyoma. De aztán bejöttek a német csapatok március közepén, egy kicsit később, és akkor vége, finita ezeknek a tárgyalásoknak. Na most, tehát miről volt szó? Paktumról, Lisszabonról, és általában ezekről a városokról, a semleges fővárosokból, hát micsoda dolgok történtek ott, csak a magyar kiugrást nézzük. Csak a Szentgyörgyi kísérletet nézzük, csak a Szentgyörgyi missziót nézzük. Csak az, hogy a szovjet, a fél NKVD-nek volt egy ilyen terrorista részlege, rendkívül tapasztalt emberek. Az egyik közülük, aki egy Eitingon nevű tábornok, ő a Trocki gyilkosság, én most nem magyarázom részletesen, hogy ki volt Trocki, de egy Sztálin legnagyobb emigráns kommunista ellenfele külföldön, és megölik, és ez az Eitingon ott volt, amikor az ő egyik ügynöke bemegy, és egy ilyen jégcsákánnyal megöli Trockit. Na most ez az Eitingon is átmegy, még vagy öten a katonai hírszerzők készítik elő, mindjárt megmondom, hogy mit, a volt budapesti katonai attasé Lyachtyerev ezredes, aki a Barbarossa terv, a Németország által addigra már kész Barbarossa terv részleteit Budapestől átmegy Berlinbe, és ott megszerzi pénzért, potom pénzért megszerzi ezt, és elküldi Moszkvába, és ott kételkednek az ő szavaiban. Na de mindegy, de ki ellen van a merénylet? Von Papen német külügyér ellen, ő kancellár is volt, ő kiegyezik Hitler előtt, ő kiegyezik Hitlerrel, ő puhítja Hindenburgot, hogy adja át Hindenburg egy kicsit kvázi a hatalmat félig meddig Hitlernek, tehát bízza meg kormányat alakítása. Ez a Papen Bécsbe volt nagykövet, és ott az Anschlusst készítette elő. De Hitler gyanakodott rá, mert tudta, hogy az ilyen ember csak egy helyre nem dolgozik. Papen azért az angolokkal és titokban nem volt rosszban, és Törökországban folytatta ott is az angol hírszerzéssel, neki voltak titkos kapcsolata, és a végén ő már elkezdett Hitler ellen is szervezkedni, és vissza is hívják őt Ankarából, igen ám, de őt elítélik Nürnbergbe, de nagyon csak pár évet ült, de nem is az a lényeg. Őt egy szovjetek által beszervezett macedon terrorista, és még egy másik, egy macedon terrorista, és egy Ankarába tanuló, de muzulmán vallású bulgár diák, őt megtámadják az utcán a feleségével együtt, és robbantanak. Hát ilyenkor, ha az ember nem hal meg, ez nagyon nagy szerencse, de az egyik kezébe felrobban a bomba, a másik az szintén rosszul, valahogy nem voltak ezek szakemberek, nem voltak olyan
vagy nem volt olyan nagy szerencsék, mint a jégcsákányos spanyol hát fiatalembernek, aki megölte Trockit, és nem is jöttek volna rá, hogy a szovjetek rájöttek volna, persze a rendkívül jó kvalitású török titkos szolgálat, de nem jöttek volna rá, hogy úgy bizonyítani, hogy ezt a szovjetek voltak, ha az egyik szörnyet halt embernek a lába nem hevert valahol ott, elnézést, csúnya dolog ilyent mondani hölgyek előtt, és a cipőn pedig ott volt a cipőjavító, hát cipésznek a pecsétje. Tehát ő a cipőt beadta előző héten. Nos, már könnyű volt megkeresni ezt a cipészt, sorsát nem irigylem, utólag ő semmire nem emlékezett, először nem akart belefogni, úgy elverték őt, és akkor ő elmondta, és utána elkezdték felgöngyölíteni, a szovjet NKVD vezetők nagy része elmenekült, de egy-kettő ott maradt, ezeket diplomaták, ezeket letartóztatják, és ezeket bezárják a börtönbe, és csak 44-ben, amikor már győzelemre áll a Szovjetunió a keleti fronton, és Hitler, hát sokkal, Hitler nagyon gyenge, de még mindig a törökök küldenek oda Németországba rendkívül fontos stratégiai nyersanyagokat, akkor kiengedik ezeket a szovjet hát foglyokat. De most titkos diplomácia, katonai diplomácia, titkos hírszerzés, most van 6 óra 5. Hát még van egy 5-8 perc egy záradékra. A legérdekesebb dolog az, hogy a második világháborút követően, én nem mondom, hogy minden folytatódott volna, a titkos diplomácia és a hírszerzés területén, de sok minden folytatódott. Az angolok megkaparintják a német, a Szovjetunió területére beküldött és le nem bukott német hírszerzők adatait. Az angolok megszerzik a Romániában, Olaszországban és Afrikában és Latin-Amerikában tevékenykedő ugyancsak német-olasz hírszerzők adatait. Az amerikaiak megszerzik a japán titkos szolgálat, rendkívül fejlett titkos szolgálat archívumát és a listákat, hogy mely országokban kik a japán ügynökök, nem utolsó sorban az Egyesült Államokban. Nagy csodál. Hiába lényegében internálják a Kaliforniába, tudják a japánokat a II. Világháború kitörése következő szakaszába, Pearl Harbor után ezeket internálják, de japánok voltak New Yorkban, Chicagóban, Washingtonban, több generáción keresztül éltek ott, ezeket nem internálták, kiderült, hogy hányan működtek így. Tehát ők megszerzik. A szovjetek megszerzik a japán hírszerzés mandzsúriai bázisokon lévő különböző hát dokumentumokat, és le is fognak egy csomó hírszerzőt, és a hírszerzők egy része kiszabadul, és nekik kezd dolgozni. Ugyanezt történik Európában, az angol hírszerzőkkel, az amerikai hírszerzőkkel, akik irányítják a volt német ügynököket. És ezek csúnya dolgok és kellemetlen dolgok igazából, de ez nem érdektelen, ez az egész folyamat. Na most a titkos csatornák. Mindig is léteztek a II. Világháború alatt titkos csatornák, de tökélyre a hidegháború alatt sikerült az Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak kiépíteni ezeket a titkos csatornákat. Kezdjük a legelsővel. Hát voltak ilyen titkos csatornák még Sztálin életében, de minimálisak. Sztálin nagyon tartott ezektől a dolgoktól, ő általában megritkította a régi bevált szovjet hírszerzőket, általában furcsa szokása volt kivégezte. A végén már ő teljesen
deformálódott emberileg 3 héttel halála előtt a leghíresebb szovjet hírszerzőt, Korotkovot, kihívta Berlinből, ahol vezérőrnagyi rangban dolgozott ez a Korotkov, fedésben, mint katona, tiszt, valóságban ő a ottani ausztriai hírszerzést, és esetleg utána magyarországi egy részét, a szovjet hírszerzést irányította. 40 percet beszélgetett vele Sztálin, ennek voltak tanúi, még egy pár belügyi vezető, később ketten is megírták, ezt egy forrás nem forrás, de kettő az már nagyon, ha nagyjából egyezik, ha nem is részletekben az egész. Sztálin arra sarkalta Korotkovot, egy külön feladatot, nem az, hogy szerezze meg a hidrogénbomba titkát, vagy mit tudom én, milyen akár terrorisztikus tevékenységet fejtsen ki. Két embert kellett volna neki megöletni, az egyiket úgy hívták, hogy Kerenszky, ez már egy idős ember volt, a 17-es ideiglenes kormány vezetőjét. Miért fájt ez Sztálinnak annyira, hogy ez egy öreg ember volt, próbált politizálni a hidegháború elszakaszába, de nem nagy sikerrel. De a másik ember, akit nagyon Sztálin úgy igyekezett a Korotkov segítségével tönkretenni, megölni, megöletni, ez úgy hívták, hogy Josip Broz Tito. Ezt a két feladatot kapta a Korotkov. Tehát olyan nagyon ilyen titkos csatornákat nem nagyon lehetett csinálni, voltak nem olyan jelentőséget. A hidegháború kubai válság előtti szakaszában Washington és Moszkva között létrejött egy titkos csatorna, miután Kennedy lett az Egyesült Államok elnöke, és Kennedy testvére, Robert Kennedy nagyon jó barátságban volt egy fedésben dolgozó szovjet hírszerzővel, ezredessel, katonai hírszerzővel, egy Bolsákovval, aki Washingtonban dolgozott, mint újságíró. Ők vadáztak, úgy volt, hogy elmennek a Szovjetunióba, sok minden volt, barátkoztak. Robert Kennedy sejtette, hogy ez egy vamzer van mellette, de a szovjet félnek és az amerikai félnek nagyon jól jött, amit nem hivatalosan a Kennedy testvérpárt vagy az amerikai vezetés el akart Hruscsovnak juttatni, egyszerűen Robertnek le kellett ülni, Robert Kennedynek ezzel a Bolsákovval. Ez a titkos csatorna működött még a kubai válság napjaiban is, de ez egy olyan külön történet, hogy körülbelül úgy járnék, mint az az amerikai ediktológus, aki azt mondta, hogy 3-4 óra. És az igazi nagy titkos csatorna az érdekes volt. Brezsnyev, Andropov, aki a KGB főnöke volt, Egon Bár, a NSK, tehát Nyugat-Németország államtitkára, legközelebb állt ő Willy Brandthoz, és Willy Brandt. Ez egy abszolút éveken át működő, titkos csatorna volt, és ezen a csatornán keresztül annyi mindent megbeszélt a két fél, miközben a két ország, NATO, Varsói szerződés, stb. Terén, hát egészen szépen azért szemben álltak egymáshoz. Annyira sikeres volt a titkos csatorna, hogy a kelet-német titkos rendőrség elkezdett ellenük dolgozni. És itt befejezem, mert nem szabad nekem azért túlfeszíteni a húrt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Hát, ha egyszer még találkozunk, bár fentiek döntenek. Köszönöm szépen!